Sziasztok gyerekek, megyek egy körösen szétnézni be a városba. Nézünk ruhát, vagy valamit, kicsit kiszabadunk otthonra. Részkrezóra. Péntek van, azt mondja, 11 óra 16, tehát figyelnem kell, mert itt délben tartanak egy vagy kettő szünetet. Még előtt arra akarok kérni. Egyben 10-15 perc, ezért hamar rosszan odaérek. Itt nincsen meki, nincsen ilyesmi. Gyíroszos van, pizzás van. Ruhaboltok vannak, számít testtechnika volt. Gyógyász, aki segédesz. Közbolt, meg oda is be kell menjek. Párnáé majd, ha kezdődik a munkám. Ezt nem tudom, mikor kezdődik. Orvosok szerint talán a jövő hónapba elmehetek, ha minden rendben. Most éppen nem ott tartunk, hogy minden rendben, de nem beszélünk szomorúságról, csak a jó dolgokról. Tehát szépen sétálok. Nem tudom, hogy mennyire látható a nap. Tudom, ez az egész. Igen. Szemben két a biciklivel, úgyhogy jobb, ha letérek, figyelve, hogy ne üssene semmi. Így van. Jó, ez a séta, nem akar lenni állandóan. Ez igen, két kinicsaj. Nem rossz. De nézem, hogy nem eljön hátulról semmi. Itt az elég veszélyes. Nem akartam körbe sétálni már. Elengedtük az autót, aztán megyünk tovább az úton. Más kérdés, hogy járok jól. Ha itt lemegyek a zebrán, helyesek meg. Hát ez egy kerülő volt, nagyon. Ott sokan vannak, úgyhogy inkább menjünk erre. Kimérjünk közelre, hogy jönni valami, ha Isten nem, ez nagyon messze, úgyhogy mehetünk. Na szóval, nézzünk körbe, itt körbe. Igen, nem tudom megfordítani a kamerát, nem tudom miért van ez. Próbálok dolgozni, megkeresni kétke. Egyébként nem tudom, úgyhogy ára húgyatok, hogy nem mutatom. Így tudom mutatni dolgokat, ami a hátam mögött van. Hát ez is egy város, nagy dolog nincsen itt se, ugyanilyen élet van, mint mindenhol. Annyi, hogy ugye vannak olyan helyek, ahol nincsenek üzletek, orvos és stb. Azok ilyen kisebb faluk, hát nagy körös, általában várossal nevezték, de minden év kecskemétek rá, hogy nagyobb dolgok él, mondjuk orvosi vizsgálatra, amit nincsen. Úgyhogy haladunk. Fél egyenesen. Valamerre. Nem tudom merre, de nézelődünk. Aztán meglátjuk, hogy nem veszik. Ennyi. Majd kiforja az magát, hogy leszünk. Sok eladó ház van itt körösen, aki ezt költözni akarna errefele. Kis pénzén meg lehet venni. Hát igaz, hogy fel kell újítani, de vannak. Lehetőség munkára annyira nincs, illetve nem tudom, melyik szegvédre járunk át dolgozni. Nincs már nem egy dobtok biciklis, mert a bicikli úton mint állok, sajnos, hogy nincs jelöl. Más út. De már mindegy letérünk, nem sokább ott már vagyunk. Most is nagyon figyelni kell, mert olyan helyen megyek, ahol van zebra, fokozottan figyelni kell.
Megvárjuk, hogy elmén a kocsi. És mikor már úgy néz ki, hogy biztonságos, akkor átmegyek. Mert helyre inkább, mert tűnnek. Egyébként nem kerüljük. Ez kb. Így néz ki a város. Tovább megyünk. Kivel? Amúgy ma van a megfesztivál első napja körösen. Este 8-tól beállítse. Meg gondolom azért napközben is vannak valamit, csak én nem nézem meg. Holnap lesz a Mário harmonikás, illetve lesznek táncsoportok. Félettől Tóth Andi. Este 8-tól pedig Pápai Jóci, amin szerintem én is kint leszek már. Vagy egyedül vagy rokon. Ha ez nagy kérdés, kiderül. Na, lassan ott vagyunk a célnál, ahol jönni akartam. Kérdés, hogy itt van ami, illetve hogy találok-e olyan dolgot, ami nekem tetszik. Itt van a Devergo áruház, nem tudom, hogy látszik-e, nem? Jó, akkor mindegy. Sajnos a kamera szar, és nem tudom, hogy kell jobbá tenni. De amit tudok, ezt mutogatom. Egy használt ruhabolt, nem ide megyünk, onnan, hova megyünk, de ki van írva, hogy Hongkong Guard, az akkor oda megyünk. Hova lett a vizsgő? Vírasszas. Már is ment. Az szép. Megérkeztem a gyúkvonalhoz, hogy mutassam a Hongkong áruház, úgyhogy ide bemegyek. Úgyhogy sziasztok! Már ennyi lett volna egyelőre. Kövessetek, lájkoljatok, dobjátok fel a YouTube csatornámat, ha tetszett a videó, akkor küldj egy lájkot, és nézzétek. Puszízlak titeket, sziasztok!